Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz, éneklek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. Szent misét első szombat lévén Mária szent szívéről imádkozzuk, és élő Krisztiánért és családtagjaiért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Érem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, te a boldogságos Szűz Mária szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közben járására dicsőséget templomává lehessünk, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön, örökké. Szent Lecke Szent Pál apostol Kolosszaiakhez írt leveléből. Egykor idegenek voltatok, és gonosz tetteitek miatt ellenséges érzülettel voltatok Istennel szemben. De Krisztus most értetek is engesztelést nyújtott emberi testében az ő halála által,
hogy az Atya előtt szentek, szeplőtelenek és fedhetetlenek legyetek. Csak tartsatok ki szilárdan és rendületlenül a hitben, és el ne tántorodjatok az evangéliumi reménységtől, amelyet hallottatok és az ég alatt minden teremtménynek hirdettek. Ennek vagyok én, Pál, a szolgája. Ez az Isten igéje. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Istenem, szent nevedért védj meg engem, szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Add meg könyörgésemet, Istenem, hajlítsd füledet ajkam szavára. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életem. Igen, idegenek keltek föl ellenem, a hatalmasok életemre törtek, és nem tartották Isten szemük előtt. De íme, Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Isten megsegít engem, az Úr oltalmazója életemnek. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézuston Galileában tanított, az egyik szombaton vetések között járt. Tanítványai tépdesni kezdték a kolászokat, és kezükkel morzsolgatva eszegették. Néhány farizeus rájuk szólt, miért tesznek olyat, ami szombaton tilos. Jézus válaszolt nekik, nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett. Bement az Isten házába, fogta a szent kenyereket, evett és adott belőlük a többieknek is. Pedig azokat csak a papoknak lett volna szabad megenniük. Majd hozzátette, az emberfia ura a szombatnak is. Ezek az evangélium igéi. Üdvös hívek! Az apostol bíztat, szilárdan és rendületlenül tartsunk ki a hitben. A hit ugyanis az üdvösségnek a forrása, illetve az üdvösségnek az útja. A hit az, amelynek a gyakorlása elvezet bennünket az üdvösségre. A léleknek abba az állapotába, amelyre természetnél fogva vágyakozik. A lélek ugyanis
sokkal inkább rokona. Ó, mennyei atyának, a Szent Léleknek, mint bármely más teremtménynek. Rokona azért, mert isteni tulajdonságokkal rendelkezik. A lélek önmagában véve mind láthatatlan, mind pedig hallhatatlan. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsen. Lélek nélkül az ember halott, s lelkének működése nélkül az ember komoly dolgot az életben nem tud tenni. Ezért van szükségünk lélekre. Olyan lélekre, amelyet a Szentlélek betölt, amelyet a Szentlélek megszentel. És ez történik a hitnek a különféle tetteiben, amikor a szentségekben részesülünk. Ilyenkor a Szentlélek isteni erejében, isteni hatalmában részesíti az embernek a lelkét. Mondhatjuk azt is, a lélek lapjaira láthatatlan módon írja a sorokat. Ezek a sorok azonban a hétköznapi életünkben, a tetteinkben láthatóvá válnak. Nem mondhatjuk azt, hogy majd üres kézzel jelenünk meg a mennyben. Nem véletlenül van az, a Szentírás az életet, pláne az örök életet könyvhöz hasonlítja. Olyan könyvhöz, amelynek a lapjai teli vannak. Amikor az ítéletről szól a Szentírás, ott is arról beszél, a könyveket felnyitották. Vagyis tetteink elkísérnek bennünket az Úristen elé. Ezért hát bíztat bennünket az apostol, álljatok szilárdan a hitben. Ha nem így történik, akkor talán úgy járunk, mint az a két férfi, akik egymással beszélgettek. Az egyikük híres tudós volt, Busnónak hívták, francia volt. És a következő kérdést tette fel a barátjának: Uram, milyen az ön hite? Mire ez a tudós így felelt: Semmiféle hitem nincs, ebben a tekintetben olyan vagyok, mint egy fehér papírlap. És erre a férfi, aki maga buzgóan vallásos volt, így válaszolt: Akkor vigyázzon, Uram, nehogy az ördög írja rá a nevét. Igen, vigyázni kell, nehogy az ördög írja rá a papírra, életünk lapjára az ő saját nevét. És ez a tudós meghökkent a bátor szavak hallatára, és egészen élete végéig nem tudta elfelejteni. Az isteni kegyelem szikrája ugyanis ez alkalommal hatolt be a szívébe, és ettől az időtől kezdve sokkal több érdeklődést mutatott a vallás iránt, és újra elkezdett imádkozni, úgy, ahogyan az édesanyjától gyermekkorában tanulta. A hitnek mindig vannak valamilyen tettei, mindig van valamilyen következménye, származéka, amely foghatóvá teszi. Ezért mondhatja az apostol egy másik levélben: Mutasd meg a hitedet tettek nélkül, és én megmutatom az én hitemet a tetteim alapján. Kedves testvérek, érjük a boldogságos szüzet, adja meg azt a szükséges lelki erőt esdje ki számunkra, hogy mi is szilárdan és rendületlenül tudjunk kitartani a hitben, hogy egykor majd azok a lapok,
melyekre életünk sorait rótták, a mennyországot nyissák meg számunkra, hogy majd ott örvendezzünk az angyalokkal és a szentekkel együtt. Amen. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját, minden égi és földi teremtmény fölé emelte. Irgalom Atya, köszönjük, hogy a boldogságos szűzben égi édesanyát adsz nekünk, ott, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelte az Úr szavait, ott, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk Szent Fiad igéit. A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére, közben járására adj erőt nekünk is a kereszt hordozására. Szent Fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét, tölts el bennünket is a feltámadás reményével. Urunk, Szűz anyád a mennyország királynéja, közben járására fogad be elhunyt testvéreinket az örök boldogságba. Hadd megkérünk mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közben járására, minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, s az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad jó szívvel hívő néped imádságát és áldozatát, melyet Szűz Máriára, Isten anyjára emlékezve bemutatunk előtted, hogy neked kedves legyen, nekünk pedig megadja kegyelmet segítségét, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. S a boldogságos mindenkor Szűz Máriát tisztelve, téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert ő fogant egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok,
és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Ott kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, s alázatos megvallással zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindjájan. Mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjájan. Mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett. Csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, s második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, remete szent Pál atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkot, Péter püspökünket, Arnold generálisunkat, a püspökök testületét, a papságot, és egész megváltozott. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk,
vond magadhoz irgalmasan, a világon szétszóródott, valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, s mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára is, isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a engesztelődjenek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hogy légy, vagy ő, hanem csak egy szóval mondom, és meggyógyul az élek. Mária minden szót megjegyzett, és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk.
Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Örök megváltásodban részesülve kérünk, Istenünk, hogy akik fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, bőséges kegyelmedet elnyerjük, s üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzunk a kongresszusért, mennyei atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó, és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük, és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Ott, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése, egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen.